Csatornázási munkálatok közben bukkantak a második világháborús lövedékre. Az egyik munkás azt mondja, nem lepődött meg azon, hogy kifordult a földből a bomba, hiszen történt már vele hasonló eset. Már találtunk nagyobbat is. Félretettük addig, hogy tudjuk folytatni a munkát, csak nem szabad félretenni, mert náluk is eldülhetett volna. A lövedék éles volt, ezért a tűzszerészek úgy döntöttek, hogy a környéken élőknek el kell hagyni otthonaikat. A katasztrófa védelem és a rendőrség 11 házat ürített ki. A mártirok útja, valamint a következő kereszteződés közötti útszakaszt lezárták. Ezen a területen 11 lakásból összesen 19 személynek, köztük 4 gyermeknek kellett ideiglenesen elhagyni az otthonát. A kiürítés a rendőrség és a katasztrófavédelem közreműködésével zajlott. A tűzszerészek megvizsgálták a lövedéket, majd elszállították a helyszínről, és szabad batyánban semmisítették meg.